Köszöntöm kedves nézőinket, a Puskás Hírmondót látják. Ismét több akadémistán kapott meghívót a korosztályos válogatott eheti felkészülési programjára Telkibe. Az U18-as alakulatot Varga Ádám és Szabó Máté erősíti, a 16 évesek válogatott keretébe pedig Papp Lászlót, Körmendi Kevint és Földi Botondot hívták meg. Az edzőpartner nem más, mint az olasz válogatott. A taljánokkal 3 napon belül 2-szer is összecsapnak a fiúk. Ami a korosztályos bajnokságot illeti, U15-ös csapatunk a Bozsik Akadémiát fogadta szombaton. Nem volt kétség ki az úra pályán, 4-0-ra nyertünk. Horváth küzd az őrzőjével, Benke. Pontatlan volt. Schuster szépen Kalmárhoz, Kalmárból helyzetben. Gyönyörűen lőjük ki a hosszú alsót, a miénk válogatott keret tagja. A mérkőzés 11. percében már is megszerezzük a vezetést. Szép volt a passz, Kalmár pedig igazolta tehetségét. Horváth veszi le, befelé cselez, egy nagy lövés, nagy védés, de ettől függetlenül a hálóban landol a labda. Gyönyörű szép gól, villámgyors támadás, illetve villámgyors passz után Horváth a kapu jobb oldalába lő. Ismét Kalmár kap labdát. Kalmárt nem tudják tartani. Kalmár beadása, jönnek a társak. Ronaldo idéző megoldás az iménti gólszerző Horváttól, aki ezúttal tovább pöcköli a labdát sarokkal. Szép labdát kap Kalmár, és nagyon higgadtan értékesíti. Ez már a 4. gól a 2. félidő 22. percében. U19-es csapatunk a Vasast fogadta. Bíztató kezdés után a végén mégiscsak osztozkodnunk kellett a pontokon. Az ellentámadásra pedig már Sussák nagyon szép csel. Emelte volna. Ez pedig így nem jó. Aztán a hálóba patton a labda. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy Sussák akciójával és próbálkozásával vége, de nem így volt. Persze Sussáké az érdem. Ide-oda pattant a labda, majd végül a hálóba. A 38. percben Puskás Akadémia, Vasas Kubala Akadémia 1-0. Itt egy előnyszabály, Szabó. Szabó lövi rá, és ott van a 2. gól. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha védene a kapus, bele is ért. De szép gólt szerzünk. Sussák és Tomori. Most Sussák magabiztosan 3-0-ra vezet a Puskás Akadémia. A mérkőzés képét tekintve teljesen megérdemelten, mind mezőnyben, mind támadásban. Minden szinten, harcosságban, mentalitásban is jobbak vagyunk, mint a Vasas. Gergye. Most jön a beadás, Filipovics, és egy öngól. Nem tehettünk róla, de látszott, hogy itt gond lehet, mert a védőink mögé kerültek. Filipovics visszatett labdájába pedig bal szerencsésen élt bele Molnár Ambrus. Így 3-1-re módosul az állás. Rabatán. Filipovicshoz passzoltunk. Filipovics játsza magát tisztára, és lő egy könnyű gólt. Egy védelmi hibánkat használták ki ismét a piros-kékek. Nem kéne őket magunkra húzni itt a mérkőzés legeslegvégén, 3 perccel a vége előtt. György Nikó, Filipovics ismét, Filipovics egy csel befelé, és egy nagyon nagy gólt lő. 3-3. Hihetetlen. Magunkra húztuk a Vasast. 3 gólos előnyt szórakozunk el, kicsivel több mint 12 perc alatt. És Filipovics pár percen belül a 2. gólját lövi. Ezúttal a jobb alsó helyett a jobb fölsőt választotta. Az MB2-ben pikáns mérkőzés várt első csapatunkra. Az ellenfél a Csákvár volt, edzőjük pedig Vince István, aki tavaly 5 fordulón keresztül irányította a mieinket, így nyilvánvalóan jól ismerte a most ellenük felvonuló játékosokat. A Puskás Akadémia már a 3. percben komoly zicsert rontott. Egy remek indítás után Tisler fejelte a labdát Szatmári elé, a középpályás lövését azonban szögletre ütötte Kovács Dániel.
A 11. percben jött az első hazai lehetőség, oldal beadásáról sejben maradt le centikkel a hosszú saroknál. A 17. percben fordított volt a szereposztás, sejben kereste labdájával a középen érkező oldalt, ám Heffler fejjel tisztázott. A 24. percben aztán megszerezte a vezetést a vendégcsapat, Prosser középről jött labdáját, Spandler készítette le, Szatmári pedig nagy gólt lőtt a csákvári kapuba. Az Aquitál FC Csákvár az utolsó percben pontot mentett a listavezető ellen. A Pafc 2 a harmadik helyezett Ajkához látogatott az NB3 hétvégi fordulójában. Féltettük Bojan Lazics együttesét, pedig nem kellett volna. Damásdi Alex góljával 1-0-ra nyertünk idegenben. Ennyi fért a Puskás hírmondóba, találkozunk a jövő héten, a viszontlátásra!